Emese mesél. Ilyet még nem hallottál. Valódi értékek. Igaz történet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatnánk a, az Emese meséi sorozatban <laughs> az életem történeteiből a legfontosabb részt talán az édesapámról szóló dolgokat, amiben őt fogjuk most szintén meginterjúvolni és hallgatni. És akkor folytatnánk ott, hogy én szeretnélek arról kérdezni, hogy a, a sport, a boxolás az hogyan volt a te életedben, hogy sikerült elkezdeni, hogy sikerült tőle megszabadulni, uh -huh. vagy egyáltalán uh -huh. erről a véleményed? Igen. Hát mondjuk ez is az evangélikus gimnáziumba kezdődött. Tudnilik volt egy kedves osztályfőnökünk, Rábai Miklós, aki a későbbi állami népi együttes vezetője volt. Sajnos 40-valahány éves korában halt meg, tehát de rengeteg jó ötletet tanultunk tőle, és amikor a sportok választásáról volt szó, ő is, ő ifjúsági ökörjó bajnok volt abban az időszakban, és azt mondta, hogy a legszebb sport az. Miért? Azért, mert a többi sportág, mondjuk a birkozás, meg a karaté, akkor még nem is volt annyira divat, földhöz ragadt embereket nevel. Mindegyik azért tapad a földhöz, vagy azért, hogy ő emeljen, vagy hogy őt ne bírják fölemelni. Azt egy ökölvívó pedig játszik a tényleg vív. És akkor mondta, hogy. És kesztyűs kézzel, ugye? És és, és és hát ugye kesztyűskézzel lehet bánni, tehát az védi tulajdonképpen a saját kezét védi vele. És hát ezt a sportágat szerettük meg ott többen abban az időben. No, én bennem azonban ez a sportág nem a vadságot nevelte, vagy a bosszúállást, hanem a kitartást. Mert azt mondta, hogy meccset pedig nem adunk föl, tehát ha hozzáfogunk valamihez, nem hagyjuk abba, az győzelemre visszük, ezt már nem a Rábai Miklós, hanem egy másik idős ö, tréner mondta, aki ezzel ed, tanított bennünket erre. És hát különböző típusú ö, versenyzők voltak. Én akkor a teipari vállalatnál dolgoztam, és rendkívül megedződtek a karjaim. Tudnélik, egyszerre két 25 literes teljes kannát tudtam feldobni a kocsira. A... Először csak egyet, aztán kettesével ment, jó, meglendítettem. Voltak a régi csepel teherautók, és a padlózatát ilyen vaspántokkal hosszába fogták le. És az le volt csiszolva, tehát azon csúszott. Úgyhogy rájöttem, hogy ha eltalálja az ütésem a, az ellenfelet, akkor vége van a meccsnek. Úgyhogy én nekem nem is volt másféle győzelmem, tehát pontozásos akkor kikaptam. Vagy kiütöttem, vagy pedig kikaptam. ezóta tét és hát ez, ez, bevált nekem, és én emlékszem rá, egy lelki tanítóm volt a gyülekezetbe, aki azt mondta nekem, és azóta is ezt jegyeztem meg, Pálapostól azt mondja, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van, és ő utána tette másan de kevés van. Na most ez a kevés a kitartás volt. És én, én ezt tanultam az ökölvívásban, hogy kitartani és nem adni fel. Semmiképpen nem adni fel azt, amihez hozzáfogott az ember, azt csinálja végig hűségesen. És euh, én így tekintettem ezt. Nem beszélve arról, hogy aztán a lelki munkába is föl tudtam használni, mert nem egyszer történt meg az, hogy két napot összekötöttem. Nem aludtam semmit. Egész éjszaka olvastam, jegyzeteltem, és a másnap folytattam a dolgot. Ez különösen akkor tudtam használt venni, amikor egyszer rendőrségi házkutatásra zörgettek föl fiatal lelkipásztor voltam János Halmán, és népi demokrácia ellenes izgató iratok gyártása, sokszorosítása és terjesztése volt a vád. Keresték az ilyen iratokat. Igen ám, de nekik, amikor bejöttek, nem igen volt arra idejük, hogy ők mindent elolvassanak, ezért inkább mindent elvittek, ami írott anyag volt, és hogy ők ezt majd áttanulmányozzák. János Halmán történt a megyei rendőrkapitánság kecskeméten volt, és engem ez után minden reggel 8 órára berendeltek a rendőrkapitánságra, kihallgatásra, hogy ezeket az iratokat megbeszéljék, és ezeknek a népi demokrácia ellenes tartalmát bebizonyítsák, rám bizonyítsák. Ezek igazából prédikációk voltak, nem? Is-is. Ö... Is volt, de nem csak azok az ígéről, meg egyéb dolgokról nem csak azok szóltak. Voltak, hanem például, ha megjelent egy könyv, a marxista irodalomban, például az orosz Kriveljovnak könyv a Bibliáról, és a Bibliát száfolta, akkor én megírtam ennek a cáfolatát, és elküldtem Kriveljovnak a Szovjetunióba. És hát ez főben járó bűn volt, mert hát az oroszokat azt mindenféleképpen dicsőíteni kellett, illet abban az időben, mert ők voltak a minták. A kommunista típus volt, az etalon, azokhoz kellett volna hasonlítani. Na és én pedig Jézus Krisztushoz szerettem volna inkább hasonlítani, mint a kommunistákhoz. motorkerékpáron jártam akkor már, volt egy 250-es nagy motorunk, a kiskörösi ház gondokától kaptam kölcsönt a motor megvételére, elég nagy volt a körzet János Halmán, oda tartozott Baja, Kisoroszi, meg sok minden még más. A kisoroszi az akkor még nem a az egy következő körzet volt. Na most nem jut eszembe ezeknek a állomásoknak a felsorolása, hogy könnyebben elérjem. És minden reggel kecskemétre mentem a kialgatásra, és utána délután három-négy óra felé mentem haza. És hát akkor imádkoztunk a feleségemmel, megimádkoztuk agyon erőt hozzá, de hát én az úr megőrzött ezeken az utakon, mert én elkeseredésembe a gázfogantyút ütközésig fordítottam mindig, úgyhogy 120-130-al mentem az úton, és nem törődtem vele, hogy minél hamarabb haza akartam érni. Jellemző volt a kihallgatásra, tíz napig tartott, tíz napig minden reggel mennem kellett. Mire ezeket az iratokat, ők, ami olyan volt, ami nem tetszett, azt próbálták, hogy ismerjem el, hogy ez népi demokrácia ellenes. Semmit nem ismertem el, hogy ez az út. És ugye ezt meg kellett védeni. Az úr mindig adott bölcsességet, no de bevezetésként nyolcra meg kellett jelennem, és ebéd előtt soha nem került sor rám. Ott kellett várnom, és előttem vezették el a megbilincselt embereket, a folyósó végén volt egy vasajtó, a zárka oda csukták be. Hát gond, tudtam, hogy, hogy ez valószínűleg az én puhításom volt, hogy könnyebben tudjanak velem dőlőre jutni. Megfélemlítés, megfélemlítés. No, hol vettem én hasznát aztán annak, hogy edzett voltam az éjszakákban is, és kitartottam? Ott, hogy a legutolsó napon kellett a jegyzőkönyvet megírni. És mivel én minden dologot cáfoltam, amit ők, mondott, ők mondtak, hogy ezt jegyzőkönyvet, Mondom, ha ezt írják le, nem fogom aláírni a jegyzőkönyvet, mert ez nem áll. És éjfél felé már annyira belefáradtak, hogy azt mondták, hogy hát akkor diktálja maga. És akkor én magam diktáltam a magam ellen szóló jegyzőkönyvet. Nyilván úgy fogalmaztam, hogy ezt ö, föl lehet fogni esetleg annak is, de az írónak nem ez volt a szándéka. <laughs> Úgyhogy, és aminek csak éle volt, az mind szépen lesiszoltam, és ezt vették. Na, amikor aztán a, egyik ilyen vitánkba, azt mondom, hivatkoztam a népszabadságra. Akkor az volt a pártnak a hivatalos lapja, a népszabadság, hogy <laughs> De hiszen az ideológiai párbeszéd ez megengedett, hát elvtárs is ezt írta a, az újságba, hivatkoztam rá. És akkor egy világ omlott össze bennem, amikor felelt erre. De csak nekünk, uram! Hát én azt hittem, hogy mindenkinek szabad. És én attól kezdve, nagyot csalódtam, mert én azt hittem, hogy az igaz, amit ők leírtak. Hát nekik, az ő szempontjukból. Úgyhogy ennek a kitartásomnak, a testgyakorlásának kevés haszna van, de kevés van, ennek köszönhettem azt, hogy végül jött egy végzés, aztán, hogy nem találtak olyan népi demokrácia ellenes dolgot, ami ne esne a most ö, 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 életbe lépő amnestia alá. Mert csináltak egy ilyen amnestia rendeletet, és akkor odasorolták. Így aztán nem volt belőle. Na most én ajánlott levélbe kértem vissza az irataimat. Hivatkoztam, mert nem találtak benne olyat, hivatkoztam rá és még csak válasza sem méltattak, mind a mai napig. Noha, ezer oldalakra menő verses köteteket gyűjtöttem össze, hogy az ifjúságnak legyen mit szavalni, csoportjeleneteket írtam, kerekasztal beszélgetéseket írtam az ifjúságnak, és hát nem adták vissza, mind a mai napig sem. Hát ezóta testgyakorlás. Nagyon-nagyon köszönjük. A következő, amiről ö, beszélj nekünk, hogy ö, ö, a tanári állásodat hogyan váltottad fel Igen. az elhívásodra a Igen. lelkészi pályára. Na, hát már maga a tanári állás is olyan nem tiszta ügy volt, mert én nem árultam a megtérésem után zsákba macskát arról, hogy én más világnézetet vallok. Hogy én megtértem és átadtam a szívemet Jézus Krisztusnak, és rengeteg vitát kellett emiatt ott lebonyolítanom. Ők a végkövetkeztetést úgy vonták le, hogy nem adta középiskolai állást, hanem egy falusi általános iskolába helyeztek, mint középiskolai tanárt, ahova még csak rendszeres buszjárat sem volt, hanem gyalog vagy kerékpáron lehetett kimenni. Ez a Makó és Hódmező vásárhely vasútvonal körülbelül középtáján volt egy ilyen nagy község, hogy földeák, és ettől 5 kilométerre óföldeák oda helyeztek, osztatlan csoportú általános iskolába. Mit jelent ez osztatlan? Az, hogy a felsősöket tanítottam, tehát nem az alsósokat. Ötödik, hatodik együtt, és a hetedik, nyolcadik megint együtt. Amíg az egyikkel foglalkozott az ember, addig úgynevezett csendes foglalkozást kellett, feladatot, írásba, kérdéseket föltenni a diákoknak. Ezt előre el kellett készíteni, és akkor ők azzal foglalkoztak, amíg én az órákat megtartottam. És nagyon megszeretett engem az igazgatóm, sok vitám volt vele, mert neki is bizonságot tettem, hogy hát én más világnézetet vallok, rendben van, csak itt ne csinálj propagandát az iskolába, mert itt tilos. Hát mondom, mit gondolsz, hogy Hát én a gyerekeknek, én a tananyagot tanítom, ami elő van írva, a tőlem telhető legjobban. Ezt aztán bizonyították, mert az iskola előtt volt az egyetlen e, ivóvíz a falunak, az asszonyok oda jártak. És a magyar óráimat, meg a történelem óráimat mindig végighallgatták, <laughs> amikor eljöttek vízért, mert akkor még erős hangom volt, és kihallatszott az iskolából. <laughs> Mert ha valamiért beleelkesedtem, azt hangosabban tudtam mondani, meggyőződéssel mondtam, amit mondtam. Aztán egy-egy vitámba, hát előfordult, hogy egy verset is elmondtam, amit erre a témára írtam. Amikor elmondtam, hogy Hát nézd, annak, aki hisz, annak semmi vesztenivalója nincs. Mert ha nem lenne igaz, de jobb embert képez ez, akkor, akkor mi kára van annak a szocialista társadalomnak ebből? Semmi. És akkor nem egyszer idéztem a Bibliából a lélek gyümölcseit szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Hát mi, fog, mi kifogása van ezek ellen például a marxista világnézetnek? Hát ezt soha nem tudták megcáfolni. Mondom, én így élek, és ezt próbálom tanítani a gyerekekkel. No. Mégis belém kötöttek, hogy ilyen világnézettel nem lehet tanítani. Hát akkor mit lehet csinálni? Akkor elkezdtek ellenőrizni. Kijöttek a megyétől, a járástól ellenőrizni az óráimat, hogy mit tanítok. Emlékszem le egy nyelvtanúra után, azt mondta a szakfelügyelő, hogy azt mondja, öregem, én tíz évet tanítom a magyar, de én ilyen nyelvtanórát még nem tudtam tartani, mint a te. Hát honnan vettette te ezt a sok vers idézetet, amivel élvezetessé tetted a diákoknak? Hát mondom, egy régi-régi költőtől, akit már ma nem is igen használnak, <laughs> tudnék, Mécs László katolikus költőtől voltak a vers idézetek, hát nyilván nem olyanok, amelyek hát vallási ügyeket tárgyaltak, de mégis jól illusztrálták. Tudnilik, én hozzájutottam ezekhez a versekhez az ellenforradalom alatt, én már most csak így mondtam, mert akkor fölfüggesztették, az indexen voltak ezek a könyvek. És akkor el lehetett olvasni, és én ezeket a könyveket, ezekből kiírtam a megfelelő verseket. Sőt, megtanultam könyv nélkül. És hát összefoglaltam legtöbbször ezeket a vitákat azzal, hogy miért vitatod, van-e Isten, vagy nincs. Létezik-e a pokol, vagy a menny? Nem vita dönti el ezt, se a szókincs, még csak a hit se, és úsz se hiszel. Még ha vitában legyőzöl is engem, és élem, amint te a földieket. Mit veszítek, ha hitél a szívembe? Mit veszítek, ha a föld betemet? Nékem a hit az örök menedékem. Vigasz a bajban, halálba remény, és ha van Isten, kárhozat és menj, mit veszítesz te? de mit nyerek én? Mondom, így is ki lehet fejezni, veszteségünk százalék aránya nulla. Amen. És aztán, hogy, hogy ott hagytad a tanári pályát, és hogy lettél? Na, aztán igen, aztán fölmondtam a tanári pályám, sok vita volt még, mondjuk ott közben, és az igazgatóm nagyon sajnált, mert én voltam az első szakos tanár, aki magyar tanított ott abba az iskolába, és ő minden áron meg akar tartani, de hát a felsőbb hatóság, ugye kijött a Szegedi Egyetem főelő, a Marxista Egyetem főelőadója is vitatkozni velem, és az úr mindig megadta azokat a szavakat, meg ismereteket, hogy nem. Például hivatkoztam arra, hogy egy küldöttség járt a Szovjetunióba, és telt templomokat talált. Ez egyik megpróbálta cáfolni. És ha nem, azt mondja, tényleg így volt, így láttuk. Hát mondom, ha a Szovjetunióba ezt megengedik, akkor miért nem engedik meg itt is? És ezt nem tudták megcáfolni. Tehát nem népi demokrácia ellenes egyetlen vallás sem. És akkor hoztam a Bibliából olyan dolgokat, ahol Anániás és szafíra esetem, meg a többit, ahol tényleg a szegény embereket felkarolják. És az Úr Jézus is a szegények között volt, ott dolgozott főleg, és nem azokkal gyűlt meg a baja hanem a nagy gazdagokkal mindig. És hát, de hát ez mind kevés volt ahhoz. Mégis, ha nem változtatok a világ, nem tudok változtatni, de nem is akarok, mert én ezt ismertem meg a legmagasabb rendű világnézetnek, amely még a halálom után is éltet, és ha nem úgy lenne, akkor meg nem döbbenek rá, hogy úgy de kár volt tehát nincs vesztenivalom semmi. Itt viszont jobb embert nevel, és ezt a jobb emberség bizonyítását, ezt mindig a gyümölcseivel tudtam megoldani, és így elfogadták. És akkor igen ám, de hova menjek dolgozni? Hát munkahely nem volt, a nem dolgozókat pedig hát, hogy is mondjam, ez egy, egy, lehetetlen volt, hogy a szocialista társadalomban munkanélküliség. Hát ilyen nincs. Ilyet még csak gondolni se volt szabad. Hát elmentem vasúti pályamunkásnak a telephely hódmezővásárhelyen volt. Oda jártam be Óföldeákról, mert még ott laktunk, feleségem még ott volt, ugyanott volt vezető óvónő. És akkor őt is ellenőrizték, emlékszem rá, mondta is, a nagy, nagy, kommunista volt a tanács titkár, és euh, leltárt csinálta az éléskamrába, és azt mondja, ez meg mi? Rá van írva, hogy jam, és hol van a jam? az mondja, itt van. Tehát ez lekvár. <laughs> hát ilyen vitái voltak a feleségemnek vele. <laughs> Végül is nem találtak hibát. És akkor azt mondta, na, akkor ezt is tetszék, tessék jegyzőkönyvezni, mert azt nem jegyzőkönyvezték volna. Azt, hogy az udvaron kint volt, én már nem vitte el a, a községnek a fuvarosa, a leszedett a hulladékot, én engem tettek fel. De hát nem jöttek érte. Hát megrendeltem. Őket az nem érdekli. Jegyzőkönyvezték, hogy rendetlenség volt a óvoda körül, ott volt a szolgálati lakás. Szóval mindenbe, amibe csak lehetett, belekötöttek. Na, nem taníthatok, nem tartanak igényt a tanításomra, mert ilyen világnézettel nem lehet, amilyen nekem volt. No, és elmentem tehát vasúti pályamunkásnak, onnan már nem tudom, hogy hova, de elkerültünk Békés Csabára, mert ott fölmondták a lakást, ugye szolgálati lakás volt, hát a szüleimhez költöztünk, és a feleségemnek ott volt munkahelye, a állás. Én akkor jelentkeztem a teológiai akadémiánkra, ahol két évet elvégeztem. Ő tartotta el az akkora már négy tagú családot, mert akkor már a két nagyobb gyerekünk megszületett, az Árpika, meg a, az Ágika, ugye így neveztük, és mi nem csináltunk abból problémát, hogy most születik azóta természetes, ezt csak később vettem észre, hogy hát, amikor Isten megteremtette az embert, férfiúvá és nővé teremtette őket, és nem ezzel fejezi be a teremtést, hanem azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Tehát ez is ott van az Isteni parancsba, úgyhogy, hogy hány gyerek legyen, mi ebből nem csináltunk ha megfogant, akkor elfogadtuk, és nem törtünk egy gyermek életére sem, mert azt már életnek tartottuk. Így ajándékozott meg Isten bennünket öt gyermekkel, az utolsó előtti most az én kérdező partnerem. Igen, akkor én, én bennem is vannak ilyen emlékképek, bár az az igazság, hogy nem annyira sok minden dologra emlékszem, csak ilyen egy-két sztorira nyilván ezt te élted meg, és nekem is nagyon jó dolog ezt így újra visszahallgatni, és egy picit más módon helyezem bele magam ezekbe a történetekbe, mert most máshogy látom, mint akkor, Igen. akkor gyermekként. Volt egy olyan dolog, amikor én nagyon lázottam, ilyen 14 éves lehettem, Emlékszel arra, hogy az volt a problémám, hogy nincsen elég pénz, és miért nem kapok új ruhát, és te mindig azzal jöttetek, hogy hát mesikém, ennyi a fizetésünk, ennyire fut, erre már nem futja. És akkor én mondtam, hogy mert nem jól osztjátok be a pénzt, stb. És akkor te azt mondtad nekem, hogy jó, akkor itt van egy füzet, hónap elején, itt van a bevételünk, 50 ezer forint, innentől kezdve gazdálkodjál. Mi mindig jövünk, hogy erre kell pénz, tejet veszünk, villanyszámla, mindig írt föl a bevétel oldalon, ott van, hogy 50 ezer, kiadás. És ha te jobban ki tudod ezt euh, kalkulálni, akkor a hónap végén meg fogod tudni venni azt, amit szeretnél. Na most el is mondtam a történetet, tehát euh, igazából az a helyzet, hogy, hogy édesapám egy csomó minden dolgot nem úgy euh, mondott el nekünk, hogy, hogy, csak elpapolta, hanem megélte, és kigyakoroltatta velünk, hogy ez, ez, mit jelent az életben. Hogyha van hozzáfűzni valód, nyugodtan mondjad. Még egy ilyen emlékem van például a beágyazás. Hogyha reggel felkel, felkeltette a családot, édesapa, mondjuk 6 órakor, akkor körülbelül 10 percünk állt arra a rendelkezésre, hogy felöltözve, ott álljunk az ajtóba, indulásra készen, és mentünk az úszodába. Na most, ha ez nem sikerült, 10 perc alatt, amiben benne volt az, hogy beágyaztunk, tehát nem ám úgy, hogy úgy hagyni mindent a szobába, hanem az ágyat úgy kellett beágyazni, hogy még a, az ágyneműt is be kellett rakni az ágynemű tartóba, és az ágyat össze kellett csukni. És nem lehetett ez semmi sehol az asztalon. Na, és amikor ez nem ment gyorsan, 10 perc alatt, akkor ezt gyakoroltuk délután, amikor hazjöttünk az iskolából, akkor minden gyerek beöltözött pizsamába, befeküdtünk az ágyba. Édesapa eljátszotta azt, tehát nem volt, nem volt kiabálás, meg semmi jó. Eljátszott, hogy hat óra, ébresztő, azt mondja, azt szoktam mondani, hogy ne aludjátok el. Az Isten napját, az Isten napját, életét. nemzet életét. Erre így kiugrottunk, és akkor indult a stopper, tíz perc. Hát nem tudom, hogy melyik az a az az állat, amihez hasonlíthatnánk magunkat, hogy milyen tempóban tudtuk magunkra húzni a ruhát, a, a cuccot, az ágyneműzést. És ha nem, az, az úgy emlékszem, az első alkalommal ilyen, ilyen 60 perces idő volt az, amire úgy elkészültünk. És akkor édesapám mondta, hogy nagyszerű, pizsama! És akkor megint kezdtük. És akkor ezt így le tudtuk redukálni 10 percre. Tehát nálunk az, hogy mondjuk azt mondja az édesapám, hogy hogy hozd ide kisfiam ezt vagy azt, az nem így volt, hogy így fölálltál, vagy még el se indultál, hanem pattantál azonnal, mert kialakult ez, hogy szólt valaki valamit, és akkor mozdulás van. És ez igazából ez az ő egész karaktere meg mentalitása, az életre való nevelése. És hogyha ezek nem történnek meg, akkor azt gondolom, hogy egy csomó lelki dologban, vagy szellemi dologban kudarcot vallunk, mert már az elején el, elromlik a dolog, mert oda se érünk a gyülekezetbe. Nem tudjuk magunkat rávenni, hogy elővegyük az igét. Most esetleg, ha arról beszélnél, hogy nekünk gyerekeknek, mert én emlékszem a családi áhidatokra, hogy ezt hogyan vezetted be az életünkbe, hogy ez, ez, egy, ez egy rendszeres dolog legyen, hogy az istene való kapcsolatunk az egy valóság? Hogyan mutattál ebben példát, és hogyan szorítottál erre mindig időt, minden nap, minden reggel, így indult a reggelünk? Igen, igen. Hát az idővel mi gazdálkodunk, és amire akarjuk, vagy ami fontosabb, arra jut idő, azzal kell kezdeni, mert így van megírva a Bibliába, keresétek először Isten országát és annak igazságát, a többi pedig megadatik néktek. Még az új fordítás úgy mondja, hogy ráadásul adatik meg néktek. Tehát meg lehet oldani, ha az ember nagyon akarja. Persze ahhoz el kell készülni nekem is, hogy tudjak mit mondani, gyermeknyelven elmondani, és akkor a gyerek visszakérdezhetett. Például, amikor azt mondtam el, hogy hát a, egy kislány kicsit nagyobb volt, mint te, a Jairusnak a lánya megbetegedett, és akkor beleszólt az Árpika, hogy hát miért nem vitték a kórházba? Hát kisfi, akkor még nem volt kórház. És akkor, és a, az Úr Jézus azt mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. Hát akkor meghalt, vagy nem halt meg? Visszakérdezett a gyerek. Hát akkor el kellett mondom, ó, de az Úr Jézus olyan hatalmas, hogy annak a halál is csak annyi, mint egy alvás. Csak föl kellett ébreszteni neki. Igen, igen. És akkor mondtam tovább, tehát így mondtam el a <laughs> bibliai történeteket, és így megegyezték a gyerekek. És akkor ugye ez beivódott az életükbe, meg a rendnek a szeretete. Az nem magától van. Arra időt kell szánni, és éppen azért aggódom, hogy jó, jó, vállalnak gyereket most, mert állami támogatás van, stb. Csak hogy azt nevelni is kell. Mert ha nem nevelik, akkor nem lesz ember. És én megmertem írni mindig hivatalos szerveknek is az ellenvéleményemet, meg a magam véleményét. Ha mondjuk szabadna, akkor most elolvasnék egy verset ebből a kötetből, amit elküldtem az illetőnek, aki írta ezt a verset pedig olyan címen, hogy a Latrok intése egy kötetet bocsátott útjára, amelyben hát dicséri a, a szexet mindennek fölé, magasztalja, és akkor én azt írtam. Latrok intése azon merengsz ki, álmodba se voltál. Ember se lettél, csak egy büszke hím. Szépségről is csak trágárul daloltál, kiégett létet kormos üszkein. A krétaiak rest hasak, de azzal mi fejebb van, te sem töröd magad. Csupán mi lejjebb egy jó nagy arasszal, s fantáziádot mindig elakadt pedig oly távolatot adott az Isten, mit fel se fog, ki csak a szexre néz. Isten szeret, hogy emberre segítsen. Több annál ez, mit most e testben élsz. Tehát a legkisebb fejed feledd el, s gondolkozz már a legnagyobb fejeddel. Köszönjük szépen! Lépünk tovább, és... Lehet, hogy úgy tűnik a hallgatóknak, hogy... És nem, hát úgy tűnik, igen, így is van, hogy minden nagyon szépen alakult az életedben. Most nem látjuk, de nagyon sok olyan testi szenvedésen vitt át Isten, amiből mindig győztesen jöttél ki, mert Isten volt az, aki téged meggyógyított. Ezekről tudnál-e nekünk valamit mondani? Igen, igen, nehéz, nagy harcaim voltak nekem. A járóképtelenséggel föl se tudtam kelni az ágyból, gerincsérvet kaptam. Még arra is emlékszem, hogy hogyan, mert kiemeltem a dobozából alátámasztás nélkül, egy hát, és akkor megroppant. Kinekcióztak engem úgy átmenetileg, de csak rosszabbodott évről évre. A bottal jártam, végül aztán teljesen járóképtelen voltam. Már tolókocsival se tudtam járni, úgyhogy akkor kezdtünk építkezésbe, emlékszem rá, és azt mondtam, hogy ne csináljunk lépcsőt, csak ilyen följárót a tolókocsinak, mert én nem fogok tudni járni. És egy egész gyülekezet imádkozott értem, én magam is, és az úr kegyelmes volt, és mégis ő kiemelt engem abból. Volt egy ilyen versem is, hogy a gyötrő görcsök fekete örvénye, melyből kisorvad átok és ima, csendesebb mederbe simult végre, nem kell szívemnek többé jajgatnia valami ilyen. És akkor az úr meggyógyított, igaz, hogy egy műtét által, de ez is jó adomány, én így veszem az orvostudomány, ami segít az emberen helyreállni, újra visszakerülni az életbe, szolgáló életbe, az mind-mind Isten ajándéka, mert ő azt akarta, hogy munkával együk a kenyerünket, tehát nem henyélve, ő maga is munkálkodik, az Isten is munkálkodik, és az embert is munkára tanította és nevelte. Úgyhogy ez volt az én álláspontom akkor is, és hát a, a betegségek szörnyű súlya azért nagyon-nagyon meggyötört engem sokszor, de e, még ha lesz egy kis idő rá, most itt lehetne egy kis szünetet tartani, akkor a mert versben jobban tudom összefoglalni, akkor most előkeresem még sokat. Akar Nyugodtan. Igen, amikor az embereket egy kisebb próba éri, vagy egy kisebb betegség, ami talán egy-két hétig tart, vagy egy-két hónapig, az még bírható. De amikor egy betegség éveken át tart, az nagyon fel tudja emészteni az embereket, és ott nagyon nagy szükség van az isteni kegyelemre, az isteni erőre, hogy az ember tovább tudjon menni, hogy ne adja fel, és hogy lássa azt. Hogy, hogy ne a láthatókra nézzen, hanem hogy hitbe járjon, hogy Isten az, aki, aki ezt minden betegségből meg tud gyógyítani, és mindenen végig tud vezetni. És ö, édesapámnak nem csak ö, ilyen problémája volt, hanem több szívinfarktusa is volt, és ezekből is Isten meggyógyította. És nézzétek meg, hogy 87 évesen ö, milyen egészséges és még mindig Istenről tud beszélni. Egyszer egy idősebb lelkész, az Imányi Józsi bácsi azt mondta, hogy, hogy Istennek olyan emberekre van szüksége, akik élnek, és nem a halottakra, mert az élet az, ami Isten dicsőíti. És édesapámnak is egy ilyen élete volt, és van, most visszatérünk ehhez a vershez, ami tényleg a szenvedések közt fogant, és nagyon remélem, hogy a vége arról fog szólni, hogy, hogy Isten megszabadított ebből. Persze lehetnek nyilván olyan versek is, amik még nem erről szólnak, de mindegyik versnek ez, mindegyik, minden betegségnek a, a gyógyulás volt a vége. Igen. A mélység áldásai. A gyötrő görcsök fekete örvénye, melyből kisorvad átok és ima, mérsékelte mederbe simult végre, s kínomnak nem kell már jajgatnia. Csak így utólag mérhetem a mélység fájon fogadott ajándékait. Rég elfelejtett bűnöket kavart fel, s hozott felszínre általuk a hit. A bűnbánatnak sok keserves könnye nem csak lelkemre hintett balzsamot, testemnek is megenyhült szenvedése, sőt, gyógyulásra is reményt adott. Friss fényt s elég erőt lövelt a lélek lelkembe, nem csak látni bűnömet, jóvá is tenni tőlem telhetően, mert bűnbocsánat rá csak így jöhet. Most még a tűrés békéjével áldj meg, hogy csendes bízó adventem legyen, és áldott orvos, arra kérlek, add meg a gyógyulás karácsonyát nekem. És megadta. Amen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Isten áldjon benneteket. Elmese, mesél. Ilyet még nem hallottál. Valódi értékek! Igaz történet!